Így égett az aljnövényzet József pusztán. A tűzoltók több órás munkával tudták csak megfékezni a tüzet. Ezek a felvételek június elején készültek. Ezt is, ahogy a legtöbb tűzesetet, emberi mulasztás okozta. Elég egy el nem oltott, felelőtlenül eldobott cigaretta vagy gyufa a tűz keletkezéséhez, mondja Boros Brigitta, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Hozzátette, a nyári meleg megérkezésével nőtt a szabadtéri tüzek száma is Tolna megyében. Szinte nem telik el úgy egy nap, hogy ne riasztanák a tűzoltókat. 147 szabadtéri tűzesethez vonultak 2019-ben a tűzoltók. Nyilván a szabadtéri tűzek mennyisége azért nagyrészt függ az időjárástól is. Ez jól látszik abban, hogy májusban mindössze 5 vonulás volt, júniusban pedig a száraz, meleg időjárás során pedig már 18-szor riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűzesetekhez. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amiben könnyen és gyorsan terjed a tűz. A szakemberek nem győzik hangsúlyozni, hogy nem szabad felügyelet nélkül hagyni a szabadban meggyújtott tüzet, és minden esetben gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű oltóanyagról. A várható időjárásról is érdemes tájékozódni, mert a szél kedvez a tűz gyors tovább terjedésének. Csak akkor a tüzet rakjunk, amekkorát el is tudunk oltani. A kerti hulladékok égetésével kapcsolatban tudni kell azt, hogy belterületen ezeknek a hulladékoknak az elégetése alapvetően tilos, kivéve ott, ahol az önkormányzat saját rendelettel szabályozza ezt, de akkor is csak abban az időpontban, amit a rendelet leszabályoz. A külterületen végzett égetés pedig engedélyhez kötött, így előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal. A növényzet, talló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését.